Jász Apátin már több éve, hogy városi kispályás labdarúgó bajnokságot rendeznek. A küzdelem sorozatot az utóbbi időben Birkás Ferenc és Tajti Gábor szervezi. Az idén 10 csapat mérte össze tudását, amelyek közül 2 a szomszéd települést, Jász Kisért és Jász Szent Andrást képviselte. Vannak fiatalok, akik valamikor serdülő szinten vagy esetleg ifi szintig futballoztak, de vannak olyan idősebb játékosok, akik valamikor meghatározó játékosai voltak, vagy Apátinak, vagy Kisérnek, vagy Szent Andrásnak, és úgy gondolták, hogy ők még bírják magukat, és akkor beszálltak ebbe a kispályás bajnokságba. A kispályás bajnokság a sportpályán lévő műfőbön zajlott, 2x25 perces játékidővel. A mezőny ketté szakadt az összecsapások folyamán, hiszen voltak igen képzett csapatok, és olyanok is természetesen, amelyek szerényebb tudással rendelkeztek. Az első 4-5 csapat egymás között elég nagy presztízsmeccseket játszott, és jó iramú színvonalas mérkőzések voltak a 2x25 percben, illetve a másik fele szintén a saját kategóriának megfelelőnek, vagy színvonalnak megfelelően játszottak, és így elmondható, hogy az első 5, illetve az utolsó 5 csapat az egy más kategóriát képviselt. Mindenképpen a Birkás Ferenc által említett elit kategóriába tartozott, sőt kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Eurotransz gárdája. Ők már az utolsó játéknap előtt bebiztosították első helyüket. Nagyon összeszokott társaság van nálunk, ilyen régen baráti alapon alakultunk elsősorban, aztán egyre jobban fejlődött a csapat, és egyre jobb eredményeket értünk el. Úgy gondolom, hogy megérdemelten hoztuk el ezt a 7 pont különbséget, reméljük, hogy továbbiakban is így fog alakulni a csapat élete. Vezetőjük a bajnokság fölényes megnyerését a csapategységben látta. Mindenki teszi a dolgát úgy, ahogyan kell, mindenkinek a hozzáértése, a szíve, a játéktudása kell hozzá, egységben az erő, én úgy gondolom, nem emelnék ki igazándiból, úgy gondolom senkit ezekről. Így van, ez csak a csapat érdeme. Az Eurotrans után a Jász Kíséri focisták következtek, viszont a harmadik helyezett gárda igen széles skálát vonultatott fel a játékos állományt illetően. Topdog csapat régóta indul itt Jász Apáten és a környékén kupákon. Ez egy vegyes társaság, vannak közötte gyöngyösi, jászdózsai, jászapáti játékosok, régi ismerősök, régi barátok, de nem egy régi összeszokott társaság. Igazából inkább tornákon indultak, és az összeszem az utóbbi 2 évben álltak itt össze Jász Apáten, és én is csatlakoztam hozzájuk. Most játsszuk a visszavágót, aminek már igazából nincs tétje, ez inkább már egy ilyen gála jellegű mérkőzés lesz, viszont egy fontos esemény még lesz ezen a meccsen, eldőlhet, hogy akár nálunk a Barta Péter lehet a gólkirály, ha esetleg annyi gólt lő, hogy elég legyen hozzá. Nos, az utolsó meccs nem úgy alakult, ahogy a bronzérmes gárda gondolta. Újra vereséget szenvedtek, ami annak is köszönhető, hogy gólfelelősük sérülés miatt nem lépett pályára. Így a gólkirályi címet Szakál István érdemelte ki Jász Kísér együtteséből. A virtuális dobogó tetejéről pedig, ahogy elhangzott, az Eurotransz gárdája néz vissza üldözőire. Közvetlenül a szomszédváros Jász Kísér focistáira és a vegyes összetételű Stopdog alakulatára. Majd következik a középmezőny, a sereghajtó szerepét pedig az idei bajnokságban a kisebbség csapata volt kénytelen felvállalni. A szabadtéri bajnokság tehát befejeződött Jász Apátin, de télen sem maradnak foci nélkül a sportág képviselői. Nem sokára következik a Téba kupa, az új évben pedig a szintén hagyományos Korsós Miklós emléktorna.